Újabb mérföldkőhöz érkezett a Senzirion debreceni gyárának megvalósulása. A Xanga és a Sinorg C csoportok beruházásában épülő termelőzem elérte legmagasabb pontját, ez alkalomból egy daru segítségével ünnepélyesen elhelyezték az ilyenkor szokásos bukrétát is a létesítmény tetején. A járványhelyzet miatt online közvetítés formájában megszervezett eseményen Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere elmondta: Ez az ünnepség jól mutatja, hogy a város gazdasági fejlődését a pandémia sem állíthatja meg. A Szenzírion új bokréta bokrétaható ünnepsége jelzi számunkra, hogy a debreceni gazdaság fejlődését a pandémia sem állíthatja meg. The of ceremony of Debrecen plant is a Szenzirion, indication even A mely digitális mikroszenzorok és szenzorrendszerek gyártásával foglalkozik, tovább erősíti a debreceni gazdaság válságtűrő képességét, hiszen szenzoraikat az egészségipartól az autóiparig nagyon sok területen használják. Hangsúlyozta, egy ilyen innovatív cégnél való munkavégzés a debreceni gazdaság és a munkavállalók számára is lehetőséget nyújt a fejlődésre. Hozzátette, az önkormányzat a közeljövőben javítja és biztonságosabbá teszi a határúti ipari parkhoz vezető autós és kerékpáros közlekedést. Patrick Guda, Szenzrion Holding igazgatója elmondta, a következő hónapokban megkezdődik az épület kivitelezésének utolsó fázisa. A projekt következő lépéseként elkezdjük majd élettel megtölteni az épületet, ami azt jelenti, hogy elkezdjük telepíteni az infrastruktúrális berendezéseket. Ez az új épület nagyon modern szigetelési, hővisszanyerési, valamint épületfelügyeleti rendszereket fog alkalmazni az első ütemben megépülő 5000 négyzetméter alapterületű magas műszaki színvonalú üzemben a járvány ellenére még idén-nyáron megkezdődik a termelés, mintegy 50 fővel, mondta Ábrahám László, a Magyar Leányvállalat ügyvezetője. Emellett bejelentette, a Szenzirion szeretne hozzájárulni Debrecen Smart City programjához is. Ez a rendszer képes arra, hogyha kihelyezzük outdoor, tehát a szabad ég alá, tudja mérni a szokásos időjárási paramétereken túl a levegő minőségi, tehát környezetvédelmi paramétereket is. A tervek szerint a következő években a Szenzirion Debreceni üzemet több ütemben újabb egységekkel bővül majd, és néhány éven belül a munkavállalók száma eléri a 200 főt.